Május 11-e a Közlekedési Kultúra Napja, mely a Közösségek Hete programsorozat keretén belül valósult meg idén. Ez alkalomból az idei évben is játékos feladatokkal készült a gyerekek számára a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum és a Kiskörösi Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága. Elsősorban a helyi iskoláknak hirdettük meg ezt a programot, de Szekszárdról is érkezett egy osztály, mert egy lelkes kollégánk, aki a KTI-nek, aki ezt az egész országos programsorozatot szervezi, ő is az elnökségi tagja, és ő minden évben szervez ide egy-egy osztályt Szekszárdról is, úgyhogy ők is itt vannak nagy örömünkre. És egyébként a Petőfi iskolából és a BEM iskolából képviseltetik magukat az osztályok. A második osztályosoktól egészen a nyolcadikosokig mindenki számára voltak új és izgalmas játékok, melyek a szabálykövető közlekedésre nevelik őket. Ugye az a neve ennek a mai napnak, hogy a Közlekedési Kultúra Napja, és ugye, mint a neve is mutatja, nagyon fontos az, hogy már gyerekkorban elsajátítsák a kulturált közlekedés alapjait, és nem utolsó sorban a biztonságos közlekedés alapjait, és ez a nap ez pont azért van, pont ezért hívtuk ide a rendőröket, pont azért kértük ide a biztonsági övszimulátort, a különböző motorszimulátorokat, mert ezek az eszközöknek a segítségével játékosan tudják mindezt megtenni. Próbáljuk a gyerekeket motiválni arra, hogy ha már közlekednek, tegyék ezt kultúráltan. Mire figyeljenek egymásra, járműveikre, községbe a biztonsági övet, van itt szimulátor, van itt kis motorszimulátor, kisebbek összerakják a kresztáblát, biciklin, milyen felszerelések kellene, kipróbálják a részek szemüveget. Bent is van egy-két program, tehát ilyen motorszimulátorok vannak, ahol leginkább azt modellezik, tehát nem ilyen, hogy végigmegyünk egy pályán, hanem különböző konfliktus helyzeteket. Tehát amikor kilép elém egy gyalogos, tehát ki milyen gyorsan reagál, vajon elüti-e, nem üti, kikerüli, piros lesz a lámpa, jön egy mentő, hogy kerül ki, hogy áll félre, tehát ilyen kimondottan ezeket a nem általános, mindennapos helyzeteket próbálják bemutatni, hogy készüljenek fel, hogy hűha, ilyenre is készülni kell. A gyerekek beülhettek egy rendőrautóba is, a Kiskörösi Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága jóvoltából, ahol mindent alaposan szemügyre vehettek, vagy akár fényképet is készíthettek magukról. Ez a mai nap, a május 11-e hosszú évek óta már a közlekedési kultúrának a napja, és ugye a rendőrség, mint közlekedés biztonságért, balesetmentes közlekedésért felelős szervnek úgy érezzük, hogy mindenképpen csatlakozzunk el ehhez a programhoz. Az Úttörténeti Múzeumnak a munkatársai minden évben meghívnak minket erre a rendezvényre, amelyre nagyon szívesen érkezünk különféle feladatokkal, játékos rejtvényekkel a gyerekek részére. A gyerekek ilyenkor nem csak a kressz szabályait, hanem a rendőrök munkáját is megismerhetik közelebbről. Van egy nagy sikerű kockakirakónk, amely itt látható mellettem. Ezeket is nagyon szeretik a gyerekek, korosztálytól függetlenül, mert akár az óvodás, a kisiskolás, nagyiskolások is élvezettel rakják ki ezeket a kockákat, amelyek minden oldala egy-egy kressz táblát mutat be. Miután kirakták a gyerekek a kressztáblát, akkor beszélgetünk róla, hogy milyen feladata van ennek a kressztáblának a közlekedésben, mit kell csinálni, amikor ezzel a táblával találkoznak, mire kell figyelni. Rejtvényeket, logikai fejtörőket szoktunk hozni, különbözőeket. Most például egy kressztáblás memória játékkal készültem, illetve egy kressztábla és neveik párosító játékkal, amit szintén nagy örömmel játszanak a gyerekek. Egy negyedik feladatként pedig hoztam egy úgynevezett öltözködős játékot, amely a láthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet, akár gyalogosként, akár kerékpárosként vesznek részt a közlekedésben, a láthatósági mellény, illetve a láthatósági eszközök használatára hívja fel a gyerekeknek a figyelmét. A rendőrség részéről Baltás Adrien rendőrzászlós tartott kis előadást a gyerekeknek a balesetmentes közlekedésről. Aktuális napi közlekedési kérdéseikkel itt is megtalálnak minket, megbeszéljük az elsőbségnek a fogalmát, hogyan kell egy kereszteződésben kerékpárosként részt venniük, hogyan kell az úttesten közlekedniük kerékpárosként,
illetve gyalogosként a gyalogátkelő helyen való áthaladásról beszélgetünk, vagy kerékpároznak, akkor ugye a kerékpárútonál, hogyha át akarnak menni az úttest egyik oldaláról a másik oldalára, akkor szálljanak le a kerékpárról, és a gyalogátkelő helyen áttolva szabályosan menjenek át az úttesten a kerékpárral, mert úgy a helyes, úgy kell. Az ilyen alkalmak remek lehetőséget nyújtanak a gyerekek számára, hogy a témával kapcsolatos kérdéseikre válaszokat kapjanak. Az fontos, hogy a rendőröktől ne féljenek, vagy ne úgy tekintsenek rájuk, mint hogy ellenség meg rosszat akarnak, hanem pontosan ők azok, akik biztosítják azokat a feltételeket, rendet tartanak az úton, a közlekedés biztonságát fenntartják, és rászorítanak minket a kultúrát közlekedésre. A közlekedési kultúra napjának célja, hogy minden nap a biztonságos, kultúrált közlekedés napja legyen Magyarországon és a nagyvilágban egyaránt. Ha belegondolunk, hogy már egy felsős gyerek, mondjuk egy 12 éves gyerek már biciklivel önállóan közlekedik az úton, és még nem is nagyon hallott a kresszről. Hogy tudja akkor az betartani annak a szabályait? Tehát muszáj oktatni, tehát már az egész kicsik is gyalogosan is a közlekednek, hogy mehet át, mikor menjen át a zebrán, jelzőlámpánál mit csináljon, hogy nézzen körbe, ha nincs jelzőlámpa. Ez fontos oktatni, oktatják is egyébként az iskolába. Én erre még nagyobb hangsúlyt fektetnék egy iskolába, vagy akár tananyagként is erősebben, több órába osztanám be. A gyerekek ezen a napon megtanulták, valamint meg is tapasztalhatták, milyen fontos a közlekedés minden ember életében, hiszen jelenleg 4,5 millió jármű van Magyarországon, melybe a biciklik vagy rollerek száma még nincs is benne. Tehát millió számra vannak járművek, melyeket használnak a felnőttek és a gyerekek egyaránt, akiknek minimális ismeretük van csak a kresszről. Ezen ismereteiket azonban folyamatosan fejleszthetik az Úttörténeti Múzeumban. Ez a minden évben megrendezett, ugye most már nem csak országos, most már országokon kívüli is, és magyar kezdeményezésre szeretnénk az EU-ba is bevezetni, hogy legyen a május 11 a közlekedési kultúra napja, tehát hogy ez egy általános dolog legyen. Ilyen nagy rendezvény nem lesz, de a múzeum pedagógiai kínálatunkba, tehát a KRESZ közlekedés biztonság, azok választható foglalkozások, és szokták is választani, tehát igazából ez folyamatosan rendelkezésre áll, csak igénybe kell venni ezeket a lehetőségeket nálunk. A Közösségek Hete programsorozathoz nem először csatlakozott a múzeum. Június 24-én az Úttörténeti Múzeum ismét csatlakozik az országos szinten meghirdetett múzeumok éjszakájához is, melyre szintén különleges programokkal készülnek az intézmény dolgozói.